Szerkezetileg elkészült, és már a belső munkálatokat kezdik meg Balatonfüred új luxushoteljének építkezésén. A 22,5 milliárd forintból épülő Balaport szálloda 102 szobával, 4 étteremmel, hatalmas wellness központtal várja majd a vendégeket. Az építési munkálatok az előzetes tervek szerint haladnak, a jelenlegi állapotot a sajtó munkatársainak kedden mutatták meg. Szepesi Rihárd, a Balaport projekt kitalálója elmondta, Balatonfüreden zajlik az ország egyik legnagyobb és legkomplexebb turisztikai fejlesztése. Úgy gondoltam, hogy szemközt a Bala Lendel, amely kifejezetten gyerekes célcsoportra fókuszál, lehetne egy felnőttes célcsoportra fókuszáló szállodafejlesztést létrehozni, amelynek szerkezetkész állapotát láthatjuk, az elkészült. Most már több olyan munka megrendelésre került, mint a nyilászárók, mint a tetőszigetelés, mint a belső falazási, mint a belső bontási munkálatok, mert hogy bizonyos átalakításokat végzünk az épületen, egy nagy nemzetközi lánc kérésének megfelelően. 4 olyan vendéglátó egységet hozunk létre, ahol igyekszünk lefedni a teljes gasztronómiai kínálatot, ahol az olasz konyha mellett a magyar konyha, az ázsiai konyha és még a zukiban fagylaltok és különleges sütemények is elérhetőek lesznek. Itt a francia tengerparti elegancia, a luxus világa, hangulata mellett az olasz dolce vita életérzés fog belsőépítészeti hangulatban és reményeim szerint majd szolgáltatásban is megjelenni. Dr. Bóka István polgármester kiemelte, a beruházás nagyban segíti majd a 4 évszakos balatoni turizmust, fejlődést jelent az egész régiónak, és jelentős adóbevétele is lesz a városnak. Egy olyan komplexum fog reményeim szerint megvalósulni itt ezen a területen, ami talán az egyik legszebb és legreprezentatívabb területe a Balatonnak, amely mindenképpen 4 évszakos, tehát egész éves munkahelyeket teremt. Rendkívül fontos, azt gondolom, egy település, egy balatonparti település, vagy egy meghatározóan turizmusból élő település tekintetében, hogy olyan munkahelyek jöjjenek létre, amik januártól decemberig biztos egzisztenciát tudnak biztosítani az itt élőknek, mert hát lássuk be, 1-2 hónapos foglalkoztatásból, alkalmazásból nagyon-nagyon nehéz biztos egzisztenciát felépíteni. A közvetett és a közvetlen adóbevételek tekintetében elég sokat fog a város profitálni, legyen szó a hasznosítási bevételekből, legyen szó az iparizési adóbevételről, az idegenforgalmi adóbevételről, vagy az építmény adóbevételről. A hasznosítási bevételeken túlmenően évente kb. 100 millió forint olyan bevételre számol a város ezen projektből, a közvetlen projektből és a projekthez kapcsolódó egyéb projekt elemekből, amelyek jelen pillanatban még nincsenek a város költségvetésében. Fazakas György, íbüldíjas vezető építész elmondta, jelenleg csak a csontváz látszik az épületből, de a végeredmény véleménye szerint mindenkit le fog nyűgözni. Mi építészetileg úgy gondoljuk, hogy különleges épület jön itt létre, modern, korszerű anyagokból és sok-sok olyan apró elemmel, ami mind-mind gazdagítja majd a környezetet. Ez Balatonfüred egyik új égköve lesz, és az, hogy még ráadásul a teljes terület megnyílik a közönség számára, és lesz egy újabb olyan sétány, ami körbejárható, a vízpart megközelíthető, az még a teljes turista forgalom számára is nagy jelentőségű. A hotel mellett 24 apartman és egy 188 férőhelyes mélygarázs is épül. A tervek szerint 2025 folyamán nyílik meg az új ötcsillagos Le Méridien Balaport Lake Balaton Resort, ami a Marriott szállodalánc első vidéki szállodája lesz.